Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Az utóbbi időben eléggé állt a hardware piac, tehát már az eddig megszokott áréték arány az úgy állandósult. Azonban a legújabb videókártyáknak, GTX 1050 és az 1050 Ti-nek módosult az árazása. Ugye mindenki elrettent a kezdő árcímkétől, amikor a boltokba került. Szerencsére most már ez több mint korrekt keretek közé módosult. Korábban azt mondtam, hogy ha jelen helyzetben a GTX 1050 Ti ilyen 50 és 55 ezer forint közé szorul, akkor már úgy elfogadható vételnek fog számítani, sőt, mi több, akár jó vételnek is fog minősülni, hiszen a 60 ezer forint fölött kapható GTX 960-nál egy újabb és egy erősebb videókártyáról van szó. Ha pedig jelenleg megnézzük az árukereső árlistáját, akkor láthatjuk, hogy például Inno 3D GTX 1050 Ti már 45-46 ezer forintnál indul, a Gigabyte modellből 48-49 ezernél indul, GTX 1050, az MSI és a Palit picit komolyabb áron, de még mindig én azt mondom, hogy teljesen elfogadható árcédulával 51-52 ezer forintnál kezdődik, és hát ezért ahhoz képest egész jó teljesítményt kapunk. De hát ugye mivel lehet ezt összevetni, a 750 Ti-t már meg sem akarom említeni. Ugye ezelőtt pár hónapig hasonló árkategóriában, vagy inkább pontosan ebben az árkategóriában a GTX 950 számított jóvételnek. Direkt hangsúlyozom, mert ebből mindig iszonyatosan nagy értetlenkedések szoktak lenni, hogy ha pár hónappal ezelőtt egy videómban, sőt nem is csak egy videómban ajánlottam a 950-et meg alatt a kommentekben, senki ne keverje össze a dolgot, akkor az a lehetőség volt, tudtuk, hogy jönni fog persze 1050 is, 1050 Ti, de mikor még meg is jelentek, akkor meg irdatlanul drágák voltak, akkor megint nem érte meg az árát, szóval azt így jós tehetségem nekem sincsen, meg kb. Senkinek. Viszont most, hogyha már látjuk, hogy hogy alakult ki azóta a helyzet, most már megint lehet mondani egy véleményt, lehet mondani most már akár a korábbival teljesen szemben menő véleményt, hiszen tetszik vagy nem tetszik, ez egy olyan dolog, ami elég gyorsan tud változni, és a hardware világban, a hardware piacon meg kell barátkoznunk azzal, hogy ami például egy pár hónappal ezelőtt, vagy egy fél éve még jó ajánlat volt, jó üzlet volt, az most már akár lehet fatális melléfogás is. Ugyanúgy ez volt a GTX 960-akkal, és most már ugyanúgy ez lesz a GTX 950-nel is, hiszen GTX 950 árába nemhogy sima 1050-et kapunk, hanem 1050 Ti-t is, ami azért jócskán erősebb a 950-nél, sőt mondom a 960-nál is. Na és hát milyen modelleket lehet érdemes, ugye elsoroltam, meg láthatjuk, hogy különféle árazás mellett találhatók. Hát elsősorban szerintem, ha jól akarunk járni, akkor mindenféleképpen a jó árérték arányt kell kiválasztanunk. Tehát én gondolom azt, hogy aki ilyen kategóriába gondolkodik, annak nem lesz mindegy az, hogy mennyit áldoz rá a gépre, mennyit áldoz rá a videókártyára, hiszen ha mindegy lenne, akkor nyilván nem az 50-es kategóriát figyelni, hanem venne egy 1070-1080-at, de ezt ugye sokan nem tehetik meg. Vagy ha meg is tehetnék, nem pont erre akarnak annyi pénzt rászánni. Ugye ez is fontos kérdés, mert azt gondolná az ember, hogyha valakinek jó gépe van, jó videókártyája van, akkor biztos azért van, mert már nem tudja hova tenni a pénzét. Pedig lehet, hogy inkább ez csak felfogás kérdése, hogy ki mire mennyit szán. De a lényeg az ugyanaz, hogyha ilyen kategóriába gondolkodunk, akkor valószínű nem lesz mindegy az, hogy mennyiért vesszük. Szóval az árat is figyelembe véve, a minden ajánlott lehet, ugye a sima GTX 1050-ből, az a Palit modell, 41-42 ezer forintnál indul, az Inno 3D, az MSI. Hát, ha az Inno 3D-t vesszük, azt látjuk, hogy 42.900 az 1050, és 45.740-től az 1050 Ti tud annyival többet az 1050 Ti az 1050-hez képest, hogy bőven a 1050 Ti-t vegyük meg ennél a modellnél. Tehát amúgy jó lenne a Inno 3D 1050, csak annyira jobb árérték arányt képvisel hozzá az 1050 Ti modell a gyártó alatt, hogy tényleg megéri rászánni. És akkor komoly gondolkodásra ad az is okot, hogy ha igazán jól akarunk járni, akkor a Gigabyte GTX 1050 és az Inno 3D 1050 Ti közül
szinte egy árban van a kettő, akkor már inkább az Inno 3D, hiszen ott 1050 Ti-t fogunk kapni. És hát bár nem lenne önmagában rossz árban 47-48 ezer forintos 1050 modellek sem, de hát hogyha olcsóbban kapunk ennyit és ennyi félét, akkor nem biztos, hogy arra fogja nekünk megérni beruházni. Hogyha az 1050 Ti-kből szeretnénk választani, én azt mondom, hogy ilyen ajánlatok mellett szerintem ne az 50 ezer forint fölötti kategóriát nézzük már, hanem egy olyan modellt válaszunk, ami már 50 ezer forint alatt kapható. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!